Áprilisban kezdődik a Csepeli út felújítása. Budapest határától Sziget szentpiklós központjáig a Szent Erzsébet téri körforgalomig teljesen megújul mint egy 5 kilométeres útszakasz, mondta a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest megyei igazgatóságának vezetője. Magyar László kiemelte, hogy az m 0 és Csepeli út főváros felé eső csomópontjánál is építenek egy körforgalmat. Ennek köszönhetően várhatóan megszűnnek majd a torlódások, és kevésbé lesz balesetveszélyes az a csomópont. Az útszakasz felújítása 1,1 milliárd forintba kerül majd amelynek keretében nem csak a kopó réteget erősítik meg, biztonságosabbá is teszik ott a közlekedést. Vízelvezetés, ami nagyon fontos, az is rekonstruálva lesz, szóval megfelelő módon kialakítva, hogy... Ugye ezeknek a műtárgyaknak a legnagyobb ellensége a víz, a csapadék, szóval azt lehetőség szinte a leggyorsabban, a legtávolabb el kell vezetni, úgyhogy emiatt azt mindenféleképpen meg kell újítani, a meglévő busz megállók is megújulnak, úgyhogy a, ahol a szakaszon találhatóak, ott, ott igyekszünk, illetve ahol szükséges, hogy öblők, járdák, ott még hozzáillesztésre kerülnek, a forgalomtechnikai elemek megújulnak, új burkolatjelek, új táblák, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenki számára nagy öröm lesz. Magyari László elmondta, hogy a felújítás áprilisban kezdődik, majd és várhatóan két hónapig tart. Kiemelte, hogy a munkálatok biztosan próbára teszik majd a közlekedők idegeit, mert a tervek szerint félpályás útlezárás mellett dolgoznak majd szakaszonként, és mivel szinte nincs terelési lehetőség az érintett szakaszon, így a megszokottnál is nagyobb dugók alakulhatnak ki, ezért az autósok türelmét kérik. A felújítás ideje alatti forgalomszervezésről pedig folyamatosan egyeztetnek az önkormányzattal. Mi a önkormányzaton és a médiában keresztül igyekszünk a rendelkezés álló információkat mi hamarabb közkincsé tenni, és, és az illetékesekhez eljuttatni, úgyhogy én abba bízok, hogy a közlekedők az útinformon keresztül, a helyi médián keresztül, illetve az önkormányzaton keresztül az időbe értesülni fognak ezzel erről, de számolni kell a megnövekedett menetidővel.